A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ünnepelni jöttünk és köszönteni, hiszen két fantasztikus sportsikert, mondhatjuk, hogy sportsikert értek el székesfehérváriak, hozzánk tartozók, hiszen tudjuk, Székesfehérvár sportváros, és hát ennek nyilván eleget teszünk egy olyan beszélgetéssel, hogy ezt népszerűsítsük, ami fontos mindannyiunk számára. Mindenek előtt szeretném megmutatni ezt a két gyönyörűséges elismerést. Hall of Fame London a felirat, és hát a vendégeim Hegedűs Ferenc és Horog István. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük. Nos, kérem szépen, kung fu-ról fogunk beszélgetni méghozzá olyan szinten és módon, ami megérdemel ez a harcművészeti ág, hiszen veled már nagyon sokat beszéltünk erről, de én azt hiszem, hogy először is, hiszen itt van ez a két kupa is, essék szó arról, hogy milyen alkalomból vehettétek át, illetve hát sajnos ugye most a különleges helyzet miatt ezt személyesen nem tehettétek meg, de június 25-ét írtunk akkor, amikor ezt a nemzetközi, a Hall of Fame London, azt hiszem, hogy ez sokat mond mindnyájunknak. Hát igen, amire nagyon büszke vagyok, kicsit visszabennék egy picit, ami annyit jelent, hogy 9 Hall of Fame díjunk van, ugye 2 hoztunk be most, és ezen felül 2012-ben én mesteri címet kaptam kint Hall of Fame-et, utána pedig 2020-ban kaptunk Hall of Fame díjakat, 3 Hall of Fame-et kaptunk, ebben benne van egy instruktori cím, egy tanítvány díj és egy grandmesteri cím, és most viszont 5 Hall of Fame díjat kaptunk, amiben 2 behoztunk, egyik legjobb tanítvány, sőt, mondhatom, hogy a legeredményesebb tanítványom, akit büszke vagyok rá, hogy magam mellett tudhatom. Megkaptam most az instruktori címet, Hall of Fame-et, kint a halhatatlanok csarnokába felírtódott a neve, mint ahogy nekem is már többször. És ami a legfontosabb, hogy ez a 70. uralkodásának 70. évfordulója a királynőnek. Ugye 52-ben kezdett uralkodni, és most 2022-t írunk. És ez egy nagyon nagy dolog. Mindig az évfordulóra, a 10-es számok évfordulója, amire nagyon mindig mindenki emlékszik, és büszke rá mindenki. Hát mi is nagyon büszkék vagyunk, mert az Európai Tanács, ugye Európa legnagyobb szeminárium, világtalálkozója ez, plusz világtalálkozó is hozzátéve. Hát a tanács... Igen, te úgy fogalmaztál, hogy a kung fu nem csak technika, hanem életszemlélet is, és ezt szeretnéd átadni. Tehát igen. Ilyen értelemben ez hatalmas megerősítés mindenképpen. Nyilván nem ezért csinálja az ember fia, de azért, ha erre figyelnek, és ráadásul olyan szakmai elismerés övezi ezt a munkát, akkor azt hiszem, hogy ez nagyon jó. Hát igen, főleg, hogyha azt veszük, hogy nemzetközileg több száz országnak a mesterei és tanítványai akarnak ebben részt venni, akik viszont nem tudnak teljesen, mert ugye itt több száz, több ezeret nem adhatnak ki, hanem megvan adó, hogy egy-két ember kapja meg jogosult rá majd a munkájának eredményeképpen. Tehát minél nagyobb munkát végzettel, minél tisztább, önzetlen odafigyelés, a kicsit hírét adni magának a rendezvényeknek, és ettől mindenképp ezt mind figyelembe veszi a kung fu, tehát nem a kung fu, bocsánat, a harcművészeti Európai Tanács, és ők döntik el, hogy egyáltalán valaki megérdemli-e ezt a díjat. És azt is mondtad, hogy ezt a fehérvári kisrácoknak is szeretnéd ezt a szemléletet átadni. Nos, hát ők most nem egy kisrác van velünk, hanem egy, ha úgy tetszik, egy olyan tanítvány, aki méltó volt a bizalomra. Viszont tekintve, hogy mi nem nagyon nem találkoztunk még, kérlek szépen, hogy
hogy beszélj arról, hogy miként választottad ezt a harcművészeti ágat. Mi volt az indítatás számodra? Én kiskorom óta mindig is szerettem volna valamilyen harcművészetet megtanulni, és rengeteg különböző más harcművészeti edzéseken voltam, és egyik sem fogott meg igazán. Majd 6 éve volt, hogy a mesterre beszéltem, először telefonon, és ő mondta, hogy nézzek meg egy ilyen edzés, és azóta is szinte minden edzésen ott vagyok, és csinálom, imádom, nagyon szeretem a kungfut. A indítatásom az az volt, hogy a magabiztosságomat növelni, és hogy megtanuljak tényleg megvédeni magamat, akár bármelyik szeretemet, aki megyek akár az utcán, este, vagy bármilyen helyzetben. Ugye azt mondják, és egyetértek vele, hogy a gondolkodó ember művészete a kung fu. Ez mennyire motivált téged, hogy igenis itt nem csak pusztán az erő számít, hanem ami a fejben van, az is nagyon fontos. Sőt, teszem hozzá, ha megerősítitek, talán az a legfontosabb. Nagyon fontos, mert nagyon sok helyzet van, amikor úgy tényleg az ember agya el tud borulni, és hogy az, hogy visszafogni magad, hogy tényleg tudd a következményeket, és hogy mit miért csinálsz. Olyan fajta tudást kapunk a mestertől, amivel rengeteget árthatunk másoknak, hogyha nem jól gondolkozunk. És a mester az évek alatt rengeteg segített nekünk, mondta, megmesélt történeteket, és ezek nagyon sokat segítenek, formálnak minket abban, hogy jobb gondolkodásunk legyen a harcművészet és az élet felé is. Tehát a legfontosabb a gondolkodás, viszont ehhez kell egy gondoskodó mester is. Hiszen ez nem önmagában csak harcművészet, hanem ahogy az imént beszéltünk róla, életszemlélet. A fiatalok hogy tanulják, hogy sajátítják el ezt? Hiszen látjuk ezt ebben a felgyorsult világban, hogy bizony, hogy nagyon sokan élnek vele, mások pedig visszaélnek. Hogyan lehet kordában tartani a megszerzett tudást, ha úgy tetszik? Hát első dolog, ami nagyon fontos, hogy a mesternek tudni kell, hogy egyetlen kit fog tanítani, és miért fogja tanítani, és mitől fogja tanítani. Illetve amikor odajön a tanítvány, az nem jelenti azt, hogy én elvállalom. Tehát nálam nem úgy van, mint a többi iskolánál. Többi iskolánál úgy működik, hogy bemegy egy tanítvány, vagy bemegy egy butoka, és mondja, hogy ő szeretne edzeni, akkor ő már rögtön mehet is, és edzhet. Nálam nem így működik, én választom ki, sőt, a tanítványaim válasszák ki már, mint a mester tanítványaim válasszák ki azt, hogy ők elfogadják-e azt a tanítványnak, vagy nem. Tehát ez nagyon sok mindenen kell véghez menni. Ez elméleti beszélgetések vannak, amin megnézzük, hogy egyáltalán mennyire fogható az illető, tehát mennyire tapasztaltan, mennyire lehet majd tanítani, mint agyban, mint fizikálisan, mint technikailag, ezt mind végignézzük. És utána döntjük el, nem egyedül, nem ketten, hanem mindenki, hogy bevállaljuk-e azt, hogy a családtagunk lehet. Mert ez egy család. Fontos, hogy a szinteket megkülönböztessük? Tehát a lépcsőről lépcsőfokra haladnak a tanítványok. Így van. Nálunk úgy van, hogy ugye van a tanulói fokozat, a 6 tanulói fokozat van. Ez nagyon komoly, tehát nagyon sok tortúra. Igazából ha valaki csak azért akar tanulni, hogy kimenjen az utcára és mondjuk küzdjön, akkor én azt gondolom, hogy nem ez az ő dolga, tehát neki nem ez kellene. És igazából ami a legfontosabb dolog, hogy a tanítványoknak nagyon fontos, az új tanítványoknak a tanulói fokon, amikor mennek végig, hogy figyeljenek oda a többiekre, akik segítik őket, a nagyobb tanítványok, akik ugye már nagyobb fokozatban vannak. Mert mindenképp fontos, hogy nem biztos, hogy egy mester fogja megtanítani neki azt a technikát, amit éppen kellene, hanem lehet, hogy éppen a felette levő két fokkal feljebb levő tanítvány fogja megtanítani, mert együtt gyakorolnak. Tehát a gyakorlat teszi a mestert, ezt szoktam mondani, de viszont nem csak én, hanem mindenki ezt mondja. De az is fontos, hogy nem szabad túlságosan egy mestert összeállítani egy tanítványra. Tehát ez nagyon fontos. Világos. Mert ha túlságosan a hegyet egy dombbal összeállítjuk, akkor a hegy az mindig el fogja takarni a lapot. Nyilvánvaló. Nálad ez hogy történt, ez a lépcsőről lépcsőre haladás?
emlékezzünk vissza egy kicsit. Volt olyan, hogy elkedvetlenedtél, vagy ugye az elhatározás az önmagában elég volt ahhoz, hogy végigvitt ezt a nem könnyű utat? Sosem kedvetlenedtem, mindig még egy kihívásnak tartottam. Visszatekintve azért most a második danomat sikerült megszereznem, azért érezhető, hogy mennyivel több munka, több idő és nagyobb erőlét kellett hozzá. Mindegyik fokozatnak nagyon jól fel van építve szerintem az erőssége. Rengeteget kell gyakorolnom hozzá, hogy... Tehát gondolom a cél a 10. Még ha 10 nem is, de egy nagymesteri rang, egy 4-5 dan azért úgy... Az elsődleges cél nekem mindig is az egy dan volt. Tehát azt előtetem a fejbe, hogy azt 6. asztalakad, azt mindenképp... Hogy telik el egy edzés? Mi az alapvetés? Ugye itt azt mondják a leírók, hogy nem fontos, nem nyilván, hogy fontos, de azért nem elsődleges a fizikai erő és a hajlékonyság, ennél sokkal több kell, hiszen az elején arról beszéltünk, hogy fejben dől el minden. Nyilván elengedhetetlen azért a fizikai erő. Nálad hogy, tehát hogy készülsz egy edzésre? Mert nyilván itt nem úgy van, hanem én azt gondolom, hogy már előtte is készülni kell fejben, hogy most edzeni fogok és készülni. Mindenképp rákészülök előtte egy kicsit. Az a jogyanám a kungfunál, hogy amikor elkezdjük az edzést, akkor teljesen megfelelkezek a hétköznapi gondoktól, és akkor csak az edzésre tudok koncentrálni. És ez azért nagyban segít, meg az otthoni gyakorlások is segítenek felkészíteni edzésre. Nagyjából tudom általában, hogy mikor edzésre mi történik, és igyekszem úgy felkészülni, különösen vizsga előtt. Nagyon sok, akár meditálás, vagy szimplán pihenés alapján is felkészítem. Miből áll a meditáció? Meditáció, mondjuk berak az ember egy nyugisabb zenét, és akkor akár lefekszik, akár leül, és akkor próbál teljesen kiüríteni a gondolatait, és esetleg csak a technikai részre sokszor, hogy arra gondolok, hogy fejből lejátszom magam előtt, ahogy megcsinom a technikát, és így is megpróbálok felkészülni, akár a vizsgára, akár egy kiműtére, egy harcra, akár csak egy szimpla edzésre is. Tehát a jelszó sok minden más mellett a tudatosság. Nyilván egy mester észreveszi, ha valaki szétszórtan jelenik meg. Ilyenkor mi történik? Hát ilyen nem fordul elő. Nem? Tehát ez sajnos nem fordulhat elő. Tehát igazából az van, hogy tehát a Isten, mint hallani lehetett, kettő második szintű, mert mesteri szintje van meg, ami nálam nagyon fontos, hogy azt tudni kell, hogy én több mint 40 éve csinálom a harcművészetet, és nekem ő az első, második szintű tanítványom, tehát jelenleg a legmagasabb szinten van a fiúk között. De most azért én tanítottam több mint 600-700 embert tanítottam. Igaz mondom azért, mert én mindig megválasztottam a tanítványaimat. Tehát nekem ez nagyon fontos volt. És ami a legfontosabb ebben a dologban, hogy itt nálunk azért vannak olyan dolgok, hogy ugye rendszerezni mindenképp rendszerezi magát a tanítvány, mikor eljön az edzésre. A legfontosabb ugye először a köszönés, amit a mestereknek meg kell tenni, az összes mesternek. Tehát itt most nem arról szólunk, hogy most csak a mi mestereinknek megköszönjük, hogy megtették azt, hogy mi fejlődhessünk, hanem az összes létező, aki élt a világon mesterek. Tehát ez lehet kínai, lehet japán, lehet tájföldi, bármilyen mesterről van szó. Az mind köszönetet kell, hogy adjunk nekik azért, hogy mi idáig eljutunk. Mert én amikor szemináriumon kint vagyunk, amikor kint vagyunk, akkor ugye mi tanulunk másik mesterektől. És a másik mesterek, azok tanultak másik mesterek. Tehát folyamatosan egy láncreakción megy végig, ahol több száz technika van, de ebből a több száz technikából kiveszünk 2-3-at, ami megmarad. És azokat magunkban visszük tovább, és belepróbáljuk ültetni a saját stílusunkban. Tehát ez több ezer éves történet. Így van, nem így van, máról így van. Holnapra történik. Igen. Ez a máról holnapra történést el kell felejteni egyszer s mindenkorra. Ugyanakkor a tisztelet az mindig megadatik a mestereknek és egymás között is. Ez fontos? Szintén itt feltenném, hiszen napjainkban ez egyre inkább kevésbé dívik, ha úgy tetszik. Hát harcművészet mindenképp egy fontos, de a magánéletben is.
hogy itt nem csak a rangot, de magát az embert is, meg a beletett munkáját, az élet tapasztalatait is tiszteljük. Úgy magánéletben is fontos megadni mindenkinek. Harcművészetnél, akár nálunk is, ez nagyon sokat segít a gondolkodásról is, hogy volt szó, hogy tényleg hogy tisztelni kell mindenkit, akármilyen ember, sosem szabad. És a tisztaság az mennyire fontos, hiszen vakítóan fehér egyenruhában, uniformisban jelentél meg, ez nyilván a dantól is függ, de mennyire fontos az, hogy mindig ápolt és tiszta legyen egy kungfúval foglalkozó fiatal? Mert a mester számára ez nyilván természetes, de ez hogy történik? Ez számomra fontos. Szerencsére sose keveredtem semmilyen harcba, összetűzésbe, még így a való életben, meg igyekszek rendes, meg jól cselekedni, és így próbálom a tisztaságot megőrizni, és hogy megadom a tiszteletet a másoknak. Az imént beszéltünk arról, hogy a több száz lehetséges variáció közül általában kettőt választanak, ugye úgy fogalmaztál. Ez mi múlik? Hogy ki melyik szakágat választja, és utána majd kérdezem, hogy te miért is választottad azt, amit? Most amikor technikázunk, akkor ugye ebbe beletartozik mindenfajta ág. Tehát ebbe beletartozik a Thai box-tól kezdve, a karatétól kezdve, válfajától függően a karatéknak, a kungfuk beletartoznak, mind a Shaolin, mint a családi kungfuk, mert ugye ezt tudni kell, hogy vannak családi kungfuk, vannak Shaolin, van nagy ágazatú kungfuk, és ami a legfontosabb, hogy miért azt a kettőt választ az ember. Ez azért van, mert a legalapvetőbb dolog, a kungfuban mindenképp kell a tai chi. A tai chi nélkül nincs kungfu. Mozgás nélkül nincs kungfu. Tehát amikor egy kungfut elképzelünk, akkor azt kell tudni, hogy az mozognia kell az illetőnek. Tehát a testével védekezik, a testével támad. És a kezével védekezik, illetve a lábával támaszt. Ami annyit jelent, hogy nem engedi, hogy az ellenfél megtámadja. Most ezeket a dolgokat elfelejtik az emberek. Ilyen szinten, mint 10 szinten, mert az ember tudja, hogy milyen lépcsőfokok jönnek létre. És amikor a tai chit válaszol valaki, akkor utána már a következő lépcsőfok, ha már a tai chit tudom, elkezdem a kungfut használni, a kungfu szót, és abban a legmegfelelőbbet keresem. Ebből lehet több fajta, amit mondtam is, hogy Shaolinban is van több 50 fajta Shaolin kungfu. Na most, hogy kiválasztani, ami éppen az enyém, azt csak úgy tudom megtenni, hogyha elmegyek és megnézem az iskolákat. Vannak nyílt irányzatok, vannak zárt, és vannak közepes irányzatok. A nyílt irányzat az mondjuk egy Shaolin kungfu, az alapvető. A zárt irányzat az olyan, mint a Wing Chun. Ugye a Wing Chun az egy zárt irányzat, és messze van a kungfutól. Tehát ugye azt mondjuk, hogy a Wing Chun kungfu. Wing Chun kungfu, mondhatjuk ezt, csak van egy pici része, hogy nincs benne testmozgás akkora, mint amekkora kellene az igazi kungfuban, de igazából önvédelemről szól, zárt irányzat. Mint van a közepes irányzat, ami a miénk, a közepes irányzat, ami dinamikusan befogad többfajta stílusnak a technikáit. Ezáltal, ugye, mint ahogy a tanítványomat is, mestertanítványomat látva, én azt gondolom, hogy ő mindenképp azért jött ide, mert ő dinamikus gondolkodással rendelkezik. Tehát aki dinamikusan gondolkodik, az dinamikus technikákkal foglalkozik, illetve be tudja magába fogadni a technikát, és ki tudja adni magából a technikát. A zárt irányzat nem ugyanilyen. A zárt irányzat ez egy titkos alapvető technikákról szól, amiket végig pörgetnek, és akkor nagyon kötött. A nyílt irányzat az egy, megint egy másik fajta, amiben ugye nyújtott technikák vannak, tehát kinyújtja az illető a kezét, lábát, ezáltal sokkal könnyebben lehet, támadhatóvá válik. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ha van egy tai chi chuan, ami az alapja, mindenki tai chi chuant választ. Tehát még Jackie Chan-től, Jet Li-től, mindenki, Sammo Hung, bárkit mondhatok, akik a kungfuval foglalkoztak, ilyen híres, akár színészek voltak, vagy színészek és plusz még harcművészek, mint például Jet Li, ugye őt harcművészetnek a feje, ő a tai chi chuannak kezdte. Mert ott kint ez a kötelező.
de ugyanúgy nálunk is kötelező. Tehát attól, hogy magyar kungfut csinálunk, tehát hogy az enyém a kungfut, tehát amit én kidolgoztam, attól még az ősi mély alapja a vizsgákban megjelennek a mábú például, ami a lovaglóülés, vagy például, és így válassza ki az egytől a kettőig. Tehát ezért van az, hogy tácsi, a mély alap, majd pedig a kungfu, ami ráépül. Tehát ezek fontos lépések. Ez így történt nálad is? Vagy nyilvánvaló, hogy azért a mester tanácsait, segítségét, társaid adott esetben segítségét igénybe veszed? Persze, ugyan segítjük egymás edzéseken, mert mondjuk van egy tanítvány, aki már itt van hosszabb ideje, akkor több tudása rendelkezik, mint én, és akkor ugyan az ő szemléletét, az ő tudását is segít átadni, és akkor így könnyebb. Az edzés önmagában egy megmérettetés, hiszen látszik, hogy valaki fejben készül-e arra, hogy mi vár rá abban az időben. Te hogy készülsz rá? Foglalkozol-e vele előtte, utána? Előtte, mint mondtam is, a meditációt esetleg, de utána is szoktam, mert mindig a mester is mondja, hogy minden edzés után fejbe vegyük át, amit tanultunk aznap. Akár rögtön edzés után, akár otthon, és segít a hosszú távon is megjegyezni, meg előre haladni a technikával. Ugye a megmérettetésekről beszéltünk, hiszen hogy ez fejben dől el, de mit jelent számodra a megmérettetés? Hiszen nyilvánvaló, hogy szintet kell, hogy lépj, és ez egyik oldalról elvárás, hiszen ha tehetségesnek és elkötelezettnek mond a mestered, akkor ez fontos, tehát akkor nem állhatsz meg egy úton. Mit jelent ez számodra? Ez nyilván egy nagy kihívás, hiszen ezt az utat végig kell járni. Igen. Leginkább nekem az, hogy... Danfokozat, tudod, amikor vannak lépcsőfokok, megmérettetések, tudod. Hát leginkább az, hogy szeretnék előre jutni, és hogy a legjobbat kihozni magamból, valamint megmutatni magamnak, hogy én meg tudom csinálni, és előrébb is tudok menni, akár danfokozatoknál a vizsgák. De mondtam, hogy nagyon kemények, akár a fizikai rész, akár a küzdések. Még sosem küzdöttem akár olyan emberre, aki még háromszor akkor, mint én, és sikerült levédenem a ütéseit. És ez egy nagyon bizalmat és egy erőt ad, és ez egy lökés, hogy még menjek tovább, és hogy még inkább fejlesztem magam. Nyilvánvaló, hogy gondoskodó tisztelettel fordulsz a tanítványaidhoz, viszont ilyenkor azért tudsz mosolyogni? Hát... Hogy igen, megérte, és jó út ez az út, amit annak idején megjelöltünk, és amit végigviszünk. Hát nekem minden tanítványom a gyerekem. Tehát olyan, mintha gyermekem lenne. Amikor én csináltam ezeket a dolgokat, akkor mindig én belementem és nem foglalkoztam vele. Tudtam, hogy én olyanok éreztem magam, mint a sértetetlennek. Viszont amikor a tanítványaimat vizsgáztatom, például, mint most ugye pont jó, hogy pont erről beszélünk, hogy Istvánnak a második dal vizsgáját nézzük, a 25 ellenfeles kümitéjét, a küzdését. Abba például volt olyan, hogy még én se tudtam, hogy az lesz a vizsgán. Az volt a komoly. Az nagyon komoly. Amikor igazi utcai harcról lett szó a végén. Az egyik nagyon jó barátom, illetve tanítványom, hozzáteszem, és ő ninjutsuban nagyon kiváló. Ő volt a 24. nem, 25. volt. Igen, 25. volt a kümitében. És két perces kümitéről van szó. Most ebben a két percben fél percenként változik a támadási jellegek. A fél percben úgy működik, hogy gyerünk, ütünk, csak a felsőtest támadása. Utána már a fej támadása, már a következő fél percben, ami egy percet jelent. Utána másfél percben, amiről még én se tudtam, előkerült egy éles kés. És nemhogy én nem voltam felkészülve, hanem hála Isten tanítványom fel volt rá készülve. És meg tudta védeni magát. Tehát ez egy plusz motiváció, meg erőt ad, hogy amire a váratlant is meg tudod oldani. Igen. Ez fontos?
Igen, mert valójában előkerülhet bármikor egy, akár egy kés, vagy egy bármilyen fegyver, nem számítasz rá, és arra is készen kell lenni, igen, hogy megtámadhatnak vele. Beszéljünk egy kicsit a külső hatásokról, hiszen nyilvánvaló egy fiatalnak társai vannak, barátai vannak, családja van. Mit szólnak ők ehhez, hogy te eldöntötted, hogy mit szeretnél, és hogy feltett szándékot, hogy ezt végig is csinálod? Abszolút mindenki támogat. Egyébként senkitől sem láttam azt, hogy vissza szeretne fogni. A szüleimtől, nagyszüleimig mindenki kíváncsi, érdeklődő. A barátaim, barátnőmnél is azt hiszem észre, hogy mindenki támogat. Úgyhogy ez is segít azért, hogy mindenki szeretne, hogy előrébb haladjak és jobb legyek. Mit kívánjak a mesternek és tanítványának? Hát igazából, amit még talán igazából el szeretnék mondani, és ez fontos, hogy a leányzó tanítvány iskolát megnyitotta, és a lányokat szeretettel várja, majd tanítványokat, mert külön van az iskolámnál, a fiúk nálunk a fiúkkal foglalkoznak, a lányok pedig a lányokkal. Tehát itt nincs olyan, hogy együtt van a kettő, mert én nem tolerálom ezt, hanem igazából azt, hogy külön van a lányiskola, és mondom, ennyit szeretnék mondani, hogy hát az iskola jól jöjjön be, tehát bejöjjön jól a leány tanítványok, ő nagymesteri címet kapta, megkapta a negyedik dant nálam, és ezáltal ha jó, szurkolok neki, mert hogyha az iskola bejön, nagyon jól jön be, tehát szép lesz az iskola, a tíz tanítvány, nagyon gyönyörűen fog dolgozni a lány tanítvány, hogyha elérik azt a fokot, azt a szintet, akkor megkaphatja tőlem az ötödik dant. Történjék így. Igen. István, meddig szeretnél eljutni? Az iskola igazgatás. Ez is, igen, mindenképp. Hát olyan, ameddig szeretettel csinálom, és... Ne változzanak a céljaid. Igen. Ha még szeretettel csinálom, addig mindenképp. Egy elkötelezett hittel teli, és azt hiszem, hogy ez megéri. És ebben a 21. századi, ahogy elkezdtem a beszélgetést, úgy be is fejezem, ebben a felgyorsult világban nincs nagyobb szükség, azt hiszem, az olyan fiatalokra, mint te magad vagy, és az olyan mesterekre. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, és további szép sikereket kívánok. Köszönjük. De jót. Kedves nézőink, Hegedűs Ferenc és Horog István volt a vendégem, és egy kicsit belekóstoltunk abba, hogy mit is jelent elkötelezetten kungfúzni, annál is inkább, hiszen ahogy a beszélgetésünk elején bemutattuk, van ennek visszajelzése, megerősítése, hiszen Hall of Fame díjakat mutathattunk be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.